Szinte mindenki ismeri az alapszabályokat, mit kell tenni hőség idején, hogyan kell védekezni a napszúrás vagy hőguta ellen, mégis újra és újra el kell mondani a teendőket. Évente mindig arról tájékoztatnak a szakemberek, hogy akinek nincs hűtött lakása, keresse fel a légkondicionált bevásárlóközpontokat, intézményeket, hogy testünk ne legyen folyamatosan magas hőmérsékleten. Hőguta ellen a legjobb védekezés az, hogyha árnyékban tartózkodunk. A tűző napot, főleg a kritikus órákban, ezt a 11-től délután 3-ig lehet, hogy már ki lehet egy picit terjeszteni, akár 10-től is, mert nagyon hamar melegszik, ugye vissza se hűl a levegő. Minél több időt töltsenek az emberek árnyékban, a dolgaikat, intézkednivalót mindenképpen úgy osszák be, hogy ne tűző napon és ne fizikai munkát végezzenek, illetve készüljenek folyadékkal, kalappal, világos ruházattal, jól szellőző ruházattal, folyadékpótlásnál ugye nem csak magát a vizet, hanem az ásványi anyagokat is pótoljuk, a táplálkozásnál legyen mindenképpen könnyű az étrend, friss gyümölcsök, zöldségek, egy picike só, hogy a nátrium is pótolva legyen. Kerülni kell az alkoholt, a magas koffein és cukortartalmú italokat, a zsíros ételeket. Javasolt a napvédőkrém és a napszemüveg használata. Dekoncentrált helyzetet teremt a nagy meleg, ezért a járművezetők különösen figyeljenek vezetés közben. Okozott már idén is tragédiát a gépkocsiban felejtett kisgyerek, nem fordulhat át elő, hogy embert vagy állatot a járműben hagyjanak rövid időre sem. Aki ilyet lát, hívja a 112-es segélyhívószámot. A praxisban a héten ketten-hárman érkeztek, fejfájással, szédüléssel, hányingerrel, és ahogy kikérdeztük őket, mindannyian tűző napon töltötték az idejüket, és napszúrást kaptak, de szerencsére nem volt komolyabb probléma ebből. Maradandó károsodás lehet-e? Általában nem, de a rosszulét az kitarthat akár 3-4 napig is. A házi orvos azt is elmondta, hogy a rosszul lét esetén fájdalomcsillapító tabletta szükséges, fekvés, folyadékpótlás és hűvös szoba. Súlyos helyzetben akár infúziós ellátásra is szorulhat a napszúrást vagy hőgutát elszenvedett páciens. Érdemes megjegyezni, hogy nem csak a testünket, de kifejezetten a szemünket is védeni kell a napsugarak káros hatásától, és arról is jó tudni, hogy hőségriadó esetén bizonyos munkavédelmi szabályok is életbe lépnek.